Kellemes péntek délelőttet kívánok minden lakihely rádió hallgatónak ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk annak is az utolsó blokja, és hát ahogy az előbb említettem, iskolai szünet is van, de nem csak az, nem mindenki pihenhet, mert hogy egyrészt érettségi is zajlik, másrészt pedig a főiskolákon, egyetemeken vizsgaidőszak időszak is van. És hát itt van velem a stúdióban, Smit van ezt a marketinges kolléganőnk, vele az utóbbiról fogunk most beszélgetni, mert abszolút őt is érinti. Szia! Szia, Sándi. Nemrég adtad le a szakdolgozatodat, végig is azt tisztáltam egy kicsit, hogy mi nem fázisokon mentél keresztül, izgultál, lelkes voltál, nem volt igen, kedved, és te volt te kedved. Az egyik konzulensem. <gül> <gül> Szabadon választott Igen, konzulensem. igen, én abszolút dicséretes <laughs> ötösben részesítettelek. Egyébként nem csak én, mert hát büszkélkedhetsz nyugodtan, hogy ötös lett, ugye? Igen, igen, a konzulensem is, és az opponensem is ötöst adott. Aki el. nem én voltam. Na, de hogy ez tök jó hogy ez lezárult, ezt megírtad, azért egy pár mondatot mesélj róla, hogy miről írtad, aztán beszéljünk arról, ami még előtted áll, hiszen ugye, ahogy mondtam, vizsgai időszak van, és záróvizsgád is lesz, szóval ez egy elég, eléggé izgalmas időszak neked. Igen, ugye két éve járok marketingmesterképzésre, és most jött el a vége úgyhogy jövő hét pénteken fogok záróvizsgázni. A szakdogámat ö, egy olyan témából írtam, ami nagyon közel áll hozzám, mert én az alapképzésemet Dániában végeztem, és azóta is ö, foglalkozom azzal így mellékesen, hogy ö, érettségiző diákoknak segítek felvételizni külföldre és uh, igazából erről írtam a szakdolgozatomat, hogy erre a szolgáltatásra milyen igény van, hol lehet elérni ezeket a diákokat, és egy ilyen marketing stratégiai összképet kaptam a szakdolgozatommal. Igen, egyébként nem árt, hogyha az ember olyanról írja a szakdogáját, ami érdeklés, és akkor így nem azt érzi, hogy fú, kötelező és muszáj. Egyébként te melyik típusba tartozol, hogyha van egy határidő, akár egy vizsga, akár egy szakdoga, akkor ez az utolsó pillanatban. Azt szoktam mondani egyébként a fülöbe a hogy össze Rántja a rettenet, ezt tőle tanultam, ezt a kifejezést. Én nem ismerem ezt az életérzést, mert Szandi az volt, az, az a stréber volt, aki, de egyébként ez szorongás miatt, szóval most már nyilván jutólag elemzem magam, aki a határidő előtt két héttel mindennel készen volt, hogy biztosan legyen idő még javítani, és emiatt sokan nem is kedveltek, mert én voltam ez a mindig-minden időben vagy idő előtt kész volt. Te melyik táborba tartozol? Hát én nagyon előre szeretnék mindig felkészülni a vizsgákra és a beadandókra és a határidős feladatokra. El is tervezem, hogy hagyok neki elég időt, aztán tologatom, hát ma inkább összetakarítottam, ma volt fontosabb dolgom, el kellett menni a postára, ahol soha nem kell mennem, tehát így gyártom a kifogásokat, hogy, hogy ma éppen miért nem, és akkor a határidő előtt egy nappal, akkor összeránt a rettenet, és, és akkor így így gyorsan mindent, és, és egyébként jól szoktak sikerülni a dolgok, szóval ö, utána mindig el, elgondolkozom, hogy és ha tényleg kihasználtam volna az időt, akkor vajon, vajon, vajon mit hoztam volna össze? na jó, de hogyha így jól sikerül, akkor tulajdonképpen mindegy is. A lényeg az, hogy, hogy így, nem, nekem az, azért nem működött, mert ugye kétféle ember van, hogy hogyan hat rá ez a stressz, főleg amikor határidő van. Az egyik az, aki én vagyok, hogy leblokkol, bepánikolok tőle, és nem tudok hatékonyan működni. A másik, meg, aki te is vagy, meg egyébként szerintem legtöbben inkább ez, hogy motiválja, tehát hogy pont, hogy inkább az az adrenalin, ami felszabadul, hogy fuha ennek már most holnapra kész kell lenni, az inkább motiválja, engem viszont inkább leblokkol. Igen, de ez, amit a, a magam fajta érez ilyenkor, az nem egy jó érzés, az borzasztó. Tehát... Egyébként az se jó érzés, hogy két héttel előtte már kész akarok vele lenni, szóval vagy az is ugyanolyan szorongató, csak kicsit Lazába a határidő. De próbáltál egy? Most azért volt időszak, vagy lehetőség neked arra, hogy ezen ebben fejleszd magad? Sikerült? Munkaterén igen, munkaterén abszolút. Sokkal kényelmesebbek a mindennapjaim, hogy megtanultam úgy előre dolgozni, ahogy te is. De az egyetemen valószínű azért, mert azért hát. Munka mellett csinálom az egyetemet. Az egyetemen nem sikerült összehozni ezt az előredolgozást. A szakdolgozatomat az utolsó órában adtam le, az összes vizsgára előtte való nap készültem. Nyilván bejártam órákra, ott voltam, figyeltem, tehát nem, nem volt új a vizsgán az anyag de, de nem jött össze, tehát ott nem jött össze az előre készülés egyáltalán. Azt hiszem múlt héten, vagy ezen a héten volt egyszer, hogy találkoztunk, és mondtad, akkor volt dél, hogy menned kell, mert három órakor le kell adnod valamit. És akkor is néztem így, hogy de jó neki, hogy ő ilyen lazán kezeli. <laughs> Az egyébként sikerült, leadtad? Igen, ugye a jövő heti záróvizsgámhoz kapcsolódóan kellett leadni a szakdogavédő prezentációmat, meg kellett írni egy ötoldalas dokumentumot, egy recenziót, és, és azt is akkor kellett leadni. És a jövő hét pénteken jön tulajdonképpen a vége, de hát ez még egy záróvizsga. Erre hogyan készülsz, mi van így ezzel kapcsolatban benned? Meg amúgy az is annyira érdekel, hogy azért nekem is volt, de nem ma, hogy változott-e vajon így ez az egész, ahogy készülnek, ahogy a maga a záróvizsga történik. Neked van ebben így rálátásod, hogy mondjuk az elmúlt tíz évhez képest változott-e ez a, ez a záróvizsga dolog? Ö, ugye alap és mesterképzésen egy kicsit más mások a dolgok, mesterképzésen sokkal szakmaibb ö, szokott lenni a záróvizsga. Én ö, most tudok nyilatkozni a, a, a marketingről, alapképzésen itthon ö, turizmust végeztem, de úgy tudom, hogy ott ö, ott úgy nagyjából egy kapta a záróvizsgáztatás. A Dán meg totál más, tehát arról, abban most így nem folynénk bele, de alapképzésen ugye úgy volt, hogy szakdolgozatvédés, és utána 20-20 tétel volt, azt hiszem, 20 az alapkép alapszakhoz, és 20 a specializációhoz, ugye 20-20 tétel, tehát 40 tételt kellett betanulni. Egyikből húztál egyet, másikból egyet. Tök szerencsés voltam amúgy ott is, nem mondom, hogy a halára tanultam magam előtte, nagyon szerencsésen húztam minden jó lett, nagyon izgultam, és én ezt tudom, hogy úgy hívom, hogy ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy ú, nem tanultam semmit, és ott vagy, és jön ez az adrenalin, és szerintem ilyenkor így bekapcsol az életben maradási ösztön, hogy ezt most túl kell élni, ezt végig kell vinni. És az is eszedbe jut, amit amúgy nem is tanultál, de és, valahogy ott van a kisagyad mögött. És igen, és nem tudom, hogy veled előfordultam már, de mintha ilyen fotografikus memória így, így előjönne, és, és, és mintha a, a prezentációból, anyagból olvasnám éppen a tanárnak, és ilyen emlékképek feljönnek. Úgyhogy akkor nagyon szerencsés voltam, remélem ez így lesz a jövő héten is, de jövő héten teljesen más lesz, ugyanis képzeld, nem nagyon kell tanulni erre a záróvizsgára hoppácska, az hogy lehetséges? Akkor hát, én, én, én is ö, mehetek? Nem, lehet azért, csak itt simán egy záróvizsgálom, hogy nem végeztem el a sulit. Azért készülni kell rá, de úgy nagyon tanulni nem lehet. Ugye kellett csinálni egy prezentációt a szakdolgozatról, ott meg volt határozva, hogy hogy, hogy nézzen ki a prezentáció. Szerintem az enyém hosszabb lett, mint kéne, de majd meglátjuk, majd valahogy stand upolok És uh, nyilván erre kell készülni, hogy jó alatt elő, magadat, hát a te saját művedet fogod ott bemutatni. Vár, várj, snit. úgy kell elképzelni, és mit van ez szát így a snit után, hogy állsz a tükör előtt, és akkor így gyakorolod, hogy hogy, mint én szoktam a konferálások előtt? Nem. Nem. Jó, az zuhany nem. alatt. Nem, én csak olvasom a prezentációmat, és gondolkozom, és olvasgatom a szakdogámat, és gondolkozom, aztán pár címszót felírok magamnak, amiről szeretnék beszélni, azt úgy megtanulom, és akkor ott így, így előjönnek a dolgok. És ez az első része, és akkor a tételes része helyett nekünk az volt a feladat, hogy kellett választani egy marketing szakkönyvet. De például az évfolyamon ö, egy ember nem választ, vagy két ember nem választhatta ugyanazt a könyvet, úgyhogy mit tudom én, vagyunk 60 vagy 40 akkor 40 féle van van ennyi van egyébként? Szó. Magyar szakirodalom? Ja, nem kell magyar. Ja, nem kell magyar. Nem kell magyar, és nem feltétlenül szakirodalom. És ezt Ma megbeszéltétek nem... egymás között? Mindenki bedobta a közösbe, hogy ő mit szeretne, vagy volt egy lista, amiből volt lehet? Volt egy ö, közös táblázat, ahova mindig Beírta, beírtuk, hogy ki mit választott, és akkor ott már láttuk, hogy van olyan könyv, amit már választottak, az nyilván, hogyha én voltam az ötödik, akkor az első négyből nem, nem tudtam választani. És hát választottam egy könyvet, amit egyébként nagyon régóta el akartam olvasni, ez kisvállalati marketingeseknek szól, és és nagyon-nagyon rég szerettem volna elolvasni, úgyhogy most itt volt a lehetőség, hogy most kötelező volt elolvasni. Uh -huh. És erről a könyvről kellett írni egy öt oldalas recenziót, ami egy ilyen ajánlás, egy kis kritikával, tehát, hogy össze kellett foglalni, hogy miről szól a könyv, kiknek ajánlanám, mik volt a, mi volt benne jó, és mint fejlesztenék benne, erről egy öt oldalt kellett írni, és akkor ezt kellett a múlt héten feltölteni. És, és, erről a könyvről lesz beszélgetés, szakmai habitus vizsgálat, tehát együtt ott a vizsgáztatókkal megbeszéljük, átbeszéljük ezt a könyvet, és lehet, hogy ez sokkal nehezebb, mint a tételhúzás, mert, mert ott azért gondolkozni kell, meg, meg nem tudom, milyen kérdéseket fogok kapni. Na jó, de miután te tényleg dicséretesen módon elolvastad ezt a könyvet, mert láttam, hogy itt rohangáltál vele leföl, meg annyi cetli volt benne, hogy hogy, hogy dupla annyira vastag lett tőle a könyv. tehát Igen, azért hogy Nincs miért aggódnod. Megyünk hozzá, egy-két hónapig tényleg csak rohangáltam vele, és. Én akkor is, úgy, úgy szoktam egyébként, óposra került de nagyon jó olvasmány volt, úgyhogy attól, attól így nem, nem félek, inkább attól, attól tartok, hogy, hogy ugye a szakmai habitusomra lesznek kíváncsiak, nem arra, hogy mi van a könyvben, hanem hogy én mit gondolok a könyvről. Két dolog jutott egyébként ezzel kapcsolatban eszembe. Egyrészt, hogy üdvözlendő ez az ötlet, hogy úgy sarkalnak olvasásra, ezáltal pedig önfejlesztésre, tanulásra a szakmádon belül, hogy kötelezővé teszik azt, hogy a szakmán belül nyilván azért választottad ezt a területet, mert érdeklődsz, nem az van, hogy Dostojevskit kötelezően el kell olvasni, mert, mert az a kötelező olvasmány. Szóval, hogy ez valahol például nálad azt látom, hogy téged ez még motivált is, hogy végre el, el, kötelezően el kell olvasnod azt a könyvet, amit egyébként is el akartál olvasni. Ez az egyik. A másik, ami megütötte a fülemet, hogy milyen érdekes, hogy egy, hát nyilván azért ezek az emberek, akik megírták ezeket a könyveket, szakmailag már egy picit előrébb járnak, hiszen ők már ezt tanulták, mint ti, és mégis nektek kell kritikával illetni, így a, az új, a friss hús, aki kriti, kritikával illeti, akár jó, akár negatív kritikával azt a könyvet. Tehát, hogy igazából azon is gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy milyen lenne, hogyha az az illető, aki megírta a könyvet, mondjuk megkapná például a te kritikádat, és, és lehet, hogy azt mondaná, hogy igaza van, lehet, hogy kicsit máshogy kellett volna azt a fejezetet. Ez nem olyan kritika, hogy szerintem ez így nem jó, meg azért a marketing szakma nem fekete-fehér. Tehát nagyon sok függ attól, hogy milyen vállalkozásról beszélünk. Mióta van a piacon, kiket akar vonzani, hány főnek akar havonta eladni, meg mit. Szóval nem, nem fekete vagy fehér, hanem inkább, inkább ilyen javaslatok, vagy hogyha mondjuk kiadna még egy bővített kiadványt, akkor én mit tennék bele. Mert ezért ez, ez a könyv, amit én olvastam, nem egy mai, azt hiszem 2010-ben írtam meg a, az író először, és azóta jött több bővített kiadvány, és én a 2020-asat olvastam, de ha összevetjük a most 2024-es világgal, akkor, akkor azért lennének javaslataim, hogy mi, miről írnék még bele. Igen, abszolút. Tényleg egyébként ebben az ember bele se gondol, hogy ha ír egy ilyen szakmai könyvet, akkor azt időnként bővíteni, frissíteni kell, hiszen történnek az közben abban a területben változások. Hát nagyon szépen köszönöm. Egy picit azért is beszélgettünk erről, mert veletek vagyunk, akik most vizsgáznak. Vani a saját bőrén tapasztalat Taja. akik érettségiznek, most fejezik be, nekik is nagyon sok sikert kívánunk, illetve akik mondjuk záróvizsgáznak hasonlóan, mint Vani. Jövő hét péntekre akkor neked van egy kalappal, és hát aztán remélem, hogy majd beszámolsz arról, hogy ötös lett. Köszönöm szépen, és én is sok sikert kívánok mindenkinek a vizsgákhoz és az érettségihez. Smit mit van Eszával, marketinges kolléganőmmel beszélgettünk, és nem csak tőle, hanem tőletek is búcsúzom, és nem csak mára, hanem egész hétre, de nem maradtok egyébként süsvelnap nélkül, hiszen holnap-holnap után is besztofolunk, hétfőn pedig élőben várlak titeket majd újra. Évredjünk együtt, legyen szép a hétvégétek, vigyázzatok magatokra, jön a kánikula a bőrötökre is, vigyázzatok, kenyétek magatokat, igyatok sok folyadékot, lehetőleg vizet, és maradjatok a Lakihegy Rádióval, mert most Petroka lesz hozzátok. Sziasztok!